Az idősek karácsonya mindig nagy esemény, hiszen a zárt közösségben jó látni örömteli új arcokat és szeretetet hozó ide látogatókat. Minden évben családtagok, hozzátartozók és az ott dolgozók együtt várják a karácsonyt, mondta Picné Keller Anita. Az idős otthonomban mindig nagyon-nagyon fontos a családi ünnep, és az egyik legszebb ünnepünk a karácsonyra való készülődés, és a mai napon közös családi ünnepségre vártuk szeretettel a hozzátartozókat. És egy ilyen közös ünnepet fogunk ülni, idősek, hozzátartozók és az alsómó családiak, akiket vendégül látunk. A faluban már hagyomány, hogy minden ünnepre együtt készülnek az időskorúak és a gyerekek. A szépkorú Boldog Antal mesélt nekünk a felkészülés örömeiről. Szálljatok le, szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este minden picény ablakot, alótába és kunyhóba nagy örömet vigyeltek, boldogságos ünnepet. Próbákat körülbelül már egy hónapja elkezdtük. A Balog Anikó állította össze végül ez a műsort. Éven, már jó pár éve csináljuk ilyenkor karácsonytáján, itt az idősek otthonában is, illetve a maga a falunak a karácsonyán is. Az majd ott len lesz a nagy teremben, a vendégház nagy termében. Hát ilyen 5-6 éneket szoktunk énekelni. Hát részben ilyen egyház ének is van benn, de most például a Piramisnak az Ajándék című énekét is belevettük. Úgyhogy hetente kétszer próbáltunk szinte, próbáltunk gyerekeket bevonni, hogy színesebb legyen egy kicsit az összkép, de nagyon ügyesség szerintem, úgyhogy egy élmény lesz az időseknek, meg nagyon szeretik, mikor a fiatalokkal együtt vannak. Sok-sok ilyen alkalom van, például ilyen kézműves foglalkozás, meg ha itt vannak a gyerekek, akkor felszabadultabbak, teljesen nagy örömöket érnek át ezáltal. Azon a csendes éjszakán, amikor mindenki őrá vár, nyisd meg a szíved, és szeress. Haragod nyomban múljon el, békéje árasszon végre, és imád őt, az új király. A felkészítő Balog Anikó volt, aki a falu rendezvényeiért felelős, és nem hagyja unatkozni az ott élőket. Mozgalmas élet van ebben a kis közösségben, és ez javarészt Anikónak köszönhető. Ma a kettős ünnepet ünnepel a falu közössége, ezt most már évek óta hagyományosan mindig így szervezzük, hogy egy műsorral készülünk másfél hónapon keresztül. Az idei fellépőink közt a legfiatalabb 5 éves, a legidősebb pedig 85 éves, úgyhogy ténylegesen a teljes közösségünk aktív szerepet vállal abban, hogy örömet hozzon ezen az estén mindenki szívébe. Az első fellépésünk mindig az őszifény idősek otthonában van, hiszen az itt élő időseink között vannak olyanok, akiket már nehezen tudnánk mobilizálni, és a falu központban lévő kultúrba meginvitálni, ezért először őket örvendeztetjük, meg ilyenkor ugye csatlakoznak hozzánk azok a kollégák, akik vidékről járnak ide dolgozni, illetve azok a családtagok, akik ilyenkor megoszták az örömöket az idősekkel. Ezt követően pedig 4 órakor a kultúrban, a falu karácsonyon ugyanezt a műsort adjuk elő, ahova a nem idősek közösségét várjuk, de nagyon-nagyon sokszor van olyan, amikor az idősek duplán hallgatják meg, mert ők is tudnak csatlakozni hozzá. A falu karácsonyon egyébként hagyományosan a gyermekek számára, akik még nem töltötték be a 14. életévüket, ajándékokat is osztunk, illetve egy nagyon-nagyon szép hagyományunk az, hogy elvesztettük a falu egyik aktív polgárát 6 éve, az ő emlékére alapítottunk egy önkéntes díjat, ez a Boldog Nékó Allergike díj, ennek az átadására is ilyenkor kerül sor. Legalábbis úgy szeretném.
Délután ugyanez a műsor került színpadra a közösségi faluházban. Jó volt látni a csillogó szempárokat és a mosolyokat az arcokon. A szeretet ünnepén ebbe a kisfaluban mindenki megmozdult és összefogott, hogy meghittebbé tegyék a karácsonyt.